címvédőként ott vagytok a döntőben. Az első fél idő nem sikerült túl jól, de a második fél idő az teljesen tiétek volt. Te hogy látod ezt a mérkőzést? Én úgy láttam, hogy kézben tartottuk a mérkőzést, amennyire tudtuk. Sok hibánk volt az első fél időben, sok kihagyott helyzetünk, meg olyan gólokat kaptunk, amire készültünk is, és ezen sikerült javítani. A második fél időben nagyon jól játszott a Szeged. Itt emellett a Ricsi kiváló átlövései voltak, és nagyon nehéz a méterre körülkezni. Támadni is, szóval egy jó meccset láthattak szerintem az emberek, de nagyon örülünk, hogy meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést. Azt, hogy meg tudtátok fordítani a meccset a második fél idő elején, abban Cuperának mekkora szerepe volt, nagyon jó védett. Szerintem óriási szerepe volt, jó szállt be. Szerintem nagyon jó kiegészítik egymást a Rodrigóval, és nagyon zenített a csapatomba. Az első fél idő az nagyon jól sikerült, de a szünet után tudod fordítani a Veszprém. Mi történt ott? Ahogy mondtam az előbb is, szerintem az emberek nagyon-nagyon jól játszott le a Veszprém. Jól döntöttek, helyzetig kijátszottak, 100%-os helyzetig be is dobták, ezzel gyorsan meg is fordították. Utána visszaadtunk ugye a végig az eredmény után, nem tudtunk, vagy nem is tudom, föl tudtunk jönni, nem is emlékszem már. Nyilván egy ilyen csapat ellen nagyon-nagyon nehéz fordítani, végig kézben tartották az utolsó 10 percben a mérkőzést. Gratulálok nekik, holnap játszunk Budakászt, és jövő héten találkozunk megint. Mennyit számított, hogy nálatok például az első fél időben védett nagyon jól Mikre Roland, náluk meg a Cupara a másodikban, ez mennyit számított? Összességében mind a két oldalon a kapusok rendben voltak. Én még egyszer mondom, úgy éreztem, hogy az emberelőnyös szituációt nagyon jól játszották le, és ebből több az ígyszert is dobtak. Mi hibáztunk ugye a másik oldalt, de még egyszer gratulálok nekik, sajnálom, hogy nem így ösztünk. Ugye holnap a kis Veszprémmel fogtak játszani, a srácok azt mondták, hogy itt örömünnep lesz, hogyha a Veszprém nyer, viszont azt nem fejtettek ki, hogy melyik Veszprémet gondoltak szerinted. Igen, de mi akkor lennénk a legboldogabb, ami nyertünk. Nyilván ilyen még soha nem volt, hogy Veszprém döntő legyen, de holnap ez majd láthatják. Ugye ez egy nagyon kiérezett mérkőzés volt, mint minden Veszprém Szeged, mennyire maradt erő a holnapi döntőre? Szerintem maradt erőnk, ugyanúgy ők is fáradtak, ők is jó meccset játszottak, szóval mindenki csapat szerintem fáradt, mindenki ugyanhoz elnyerjen, mégis úgy fogunk volna kijönni, megvédjük a címünket. Ugye holnap a Budakalászsal fogtak a bronzért játszani, az nem nagy titok, hogy nekik ez is siker már, hogy itt vannak a négyes döntőben, tehát nekik nem lesz veszíteni valójuk, hogy látod azt a mérkőzést? Így van, remélem, nem adtunk ki magunkból mindent, nyilván holnap is van egy meccs, ugye általában úgy szóltuk, az első meccset lejátszunk, úgymond a kisebb csapat, de a második meccs a nagy Veszprém ellen. Koncentrálunk el holnap is, nem szeretném átélni még egyszer azt az érzést, mint Gyöngyösön például, úgyhogy be szeretnénk húzni holnap természetesen a meccset, és készülünk a visszavágó jövő héten.